Zenéltek, táncoltak, verset és mesét hallgattak, festettek, rajzoltak, cigány horoszkóppal ismerkedtek a Roma Kultúra Világnapján résztvevő vendégek Szekszárdon. A múzeumnak feladata, hogy bemutassa a kultúrát, és nem csak a többségi kultúrát, hanem nemzetiségi kultúrák is ugye beletartoznak. Magyarországon a cigányság a legnagyobb nemzetiségi csoport, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy az ő értékeiket, az ő kultúrájukat is bemutassa a múzeum. Személy szerint én a családcentrikusságukat tartom, a szeretetet, az összetartást. Én ezt, számomra ez akkora érték, ami szerintem nagyon sokunk számára követendő példa lehet. Eltanulhatjuk, elleshetjük ezt, és újra megtanulhatjuk mi is a cigányságtól ezeket az értékeket. És szerettük volna ezt kidomborítani a meghívott vendégek segítségével. A sokféle program között mondókákkal is ismerkedhettek az érdeklődők, és azt is megtudhatták, hogy kik roma származású hírességek akár a nemzetközi sztárvilágban. Például Al Pacino. Én nem tudtam, hogy ő is roma. A Rolling Stones gitárosa, Charlie Chaplin. Számomra ezek teljes meglepőek voltak. Elkezdtem utána járni, utána olvasni a cigány kultúrának. És ugye abban ütköztem bele, hogy egy cigány nem érzékeli, nem úgy éli meg, hogy ez a cigány kultúra, hanem ez az ő kultúrája, ami nem különbözik. Ugye a megítélés is más, hogy most egy festő, naív festő, vagy cigány festő. De én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos már a roma közösségnek és a cigányság megélésében, identitásának a megélésében egyrészt, másrészt a megítélésében. Tehát azt gondolom, hogy ha több ilyen program lenne, akkor a többségi társadalom is jobban meglátná a pozitív oldalát ennek a sokszínűségnek, a sokrétűségnek. Tehát minél több a kultúra szegmense, annál gazdagabbak vagyunk. És ezt ilyen oldalról is lehet tekinteni. És én azt gondolom, hogy van mit tanulnunk egymástól, vice versa. És ezek a programok ezért fontosak, hogy bemutassuk a jó oldalát, a pozitív oldalát, a szerethető oldalát, az elfogadható oldalát, és minél jobban megismerjük egymást, annál jobban tudunk együttműködni, és annál jobb lesz a kapcsolat is. Az intézmény jövőre szeretné nagyobb keretek között megtartani a Roma Kultúra Napját több együttműködővel, fellépővel. 53 kisebbségi önkormányzat működik települési szinten, és legalább ugyanannyi civil szervezet. Minden egyes civil szervezet vagy roma önkormányzat ezt a napot megünnepli, és a múlt és a jelent úgy köti össze, hogy egyrészben megemlékezik, de egyben a jelenben meg bemutatja azokat a hagyományokat, amit minden nap megélünk. Hát nekünk óriási szerencsénk van, mert több olyan zenekarban Tolna megyébe, amelyik ezeket a hagyományokat, ezeket a tradíciókat őrzi. De a legjelesebb zenei együttesünk az a Bogyisztói zenekar, akik pár évvel ezelőtt nívódíjasok lettek, ami nekünk nagyon-nagyon nagy büszkeség, hogy eljutottunk odáig, hogy Tolna megyébe is működik olyan kulturális egyesület, aki ilyen szintet tudta fejleszteni az ősök hagyományait. De mondhatnák többet, mert rengeteg olyan fiatalunk van, akik már a zenét tanulják egész magas szinten, és maguk a gyerekek a versmondásba, az énekbe, a rajzba, a táncba ugyancsak olyan jeleneteket, olyan motivumokat tudnak megmutatni, amit más nem igazán tud, mert ez zsigerből, vérből jön nekik. Minden évben megrendezett Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a vers és a kultúra napján, ugye a versmondási versenyt, tehetséggondozást végzünk, akkor minden évben kulturális fesztivált rendezünk, ami éppen tavaly Bogyiszton sikerült közösen megrendezni, amin közel 3000 ember vett részt. Szeretem mindegyik részét a mi kultúránknak, én szeretem megélni a mindennapokban is ezeket a lehetőségeket. Nagyon remélem, hogy itt Magyarországon, de az egész világon, mert ez látszik, hogy ez a zene, ha megszólal, vagy ez a kultúra, ha megmutatkozik, onnantól kezdve felszabadulás, öröm és tánc.
ennek a vége. A Tolna vármegyei roma nemzetiségi önkormányzat tervezi idén augusztusban is megrendezni a kulturális fesztivált. Ő nem ismer színt, nem ismer nemeket, nem ismer nemzetiségeket, hanem azt a közösség építést ismeri, és azt is szoktam mondani, hogy ha világnyelvről beszélünk, az a zene, a muzsika, de mégis más, hát mindenkinek más. Ha most azt mondjuk, hogy nemzetközi roma nap is, hát ennek az apropójából vagyunk itt, akkor természetesen a cigányzenéről kellene beszélnem, ami azonban nagyon összefonódik az autentikus népzenével is. Ugyanis az autentikus népzenének az igazi ősi hordozói, az adatközlői, azok a cigányzenészek voltak, mert a úgynevezett nem cigányság, én így nevezem a magyarságot, mert mi is magyar emberek vagyunk, a nem cigányság körében nem igazán volt ez megélhetési forma, és a cigányok akkor megjelentek, akkor igen, ezzel elkezdtek foglalkozni. És ezt az ősi népdalokat átvették, magukéra formálták, és ez azért utalok erre, mert hogy azért a cigányságnak a művészetében, a habitusában a virtuózitás az megvolt benne, a temperamentum, és természetesen magukra formálva ezeket a népzenei ősi hagyományokat, hát megjelentették úgy, hogy adatközlő szinten adták át népzenegyűjtőknek, népzenekutatóknak. És hogyha népzene, akkor itt mondom, ezért van szorosan összefüggésbe magával a cigányzenével is, mert hát a cigányság játszotta. A maga cigányzene se egységes, mert hogyha azt mondom, hogy autentikus népzene, autentikus cigányzene, azért merőben más hangzásilag, és merőben más maga, ha nevezünk mondjuk a kávéházi muzsika, hisz azt is cigányok játszák. Tehát hogyha a zenéről beszélünk, akkor, és mehetni még tovább, de mi most cigányságról beszélünk, akkor nem mutatom, hogy egységes, de az egységesség az elején, amit említettem, hogy egy összefogó dologról van szó, amit ha valakinek tetszik, akkor tetszik, ha nem, akkor nem, és egyetlen egy kannával olyat lehet zenélni, hogy odaköti az ember figyelmét, ha jó műveli, és nem is zenekarról beszélek. Úgyhogy a zene az egy nagyon fontos dolog, és a mai nap is ezt megjelentettük, hogy adhok módon vátai kisgyerekekkel, bogyisztói gyerekekkel, zeneiskolások vannak itt, akire mondtam, hogy rendhagyó óra van, gyertek ide, és itt leszünk. Szóval, hogy a zene ez egy összekovácsoló erőt ad, az biztos. 71-ben ez április 8-a és 12-e között volt Londonban ez a bizonyos konferencia, ahol hát elfogadtak egy egységes dolgot. Ami azonban mégis egy kicsit nekem egy pici kétet ad, mert az különböző határozók, hogy romának nevezzük. Nagyon fontos a zászló megjelenése, a kék, a zöld, a kerék, a szimbólumokat, azt most tudjuk, hogy mit jelent. Illetve a himnusz, a dzselem-dzselemnek az elfogadása, ami egy egységes, ami teljesen jó és normális. De az, hogy egységes, azt mondjuk, hogy roma, azért az én, mint beás cigány emberként nem igazán tudom ezt mondani, mert nálunk az, hogy roma, az nem mutatná mi nyelvezetünk, az ősi nyelvezetünkben, mert a cigányság jelenti nekünk az ilyen. Tehát ha azt mondjuk, hogy roma és zárójel mellette, vagy vonal és cigány, az az egységes dolog, mert a három cigányság népcsoport, a romungró, az olá és a beás cigányság, valóban egy egységes csoport vagyunk, és azt is kell alkotni, mert mind cigányok vagyunk, de a kultúránk a nyelvezetünkben főleg eltér. És sok másban is hallottam itt az étkezésről, a gasztronómiáról, ott is vannak különbségek, de mi mind cigányok vagyunk, és az a fontos, hogy egymást erősítsük. Mi tiszteljük egymásnak a zenei kultúráját. Tehát, hogy az előbb mondtam, hogy ha egy autentikus olá cigány zenekart hallgatok a gitárral, a kannával, az ő eszközeivel, bármi hangszert mondhatok, azt én nagyon szeretem is, és jó hallgatni. De ugyanezt érzem, hogy mi muzsikálunk vonósok, hogy neki is tetszik, hogy de jó szó lesz, és milyen jó ez, ha még együtt is muzsikálunk. Ilyen is rengetegszer van. Nem ebben van a probléma szerintem a művészeti egységben, hanem másban, és igen, a gondolkodás kellene egy kicsit másképp vinni, és nem volna szabad, hogy minket szétszedjenek. Április 8-át a világ cigánysága a legfontosabb nemzeti ünnepeként tartja számon. Az ünnepségen dr. Fuchs Márta igazgatóhelyettes vette át az In Memoriam Csengei Dénes című portrét, és köszöntötte az egybegyűlteket beszédével. Majd a költő írásaiból adtak elő Rubányi Anita és Orbán György előadó művészek. Nagy örömteli esemény ez a Voszinszky Mórk Múzeum számára, ugyanis Baki Péter Munkácsi díjas festőművész ajándékozta nekünk az egyik portréját Csengei Dénesről, amit festett. 2003-ban készült el, In Memoriam Csengei Dénes nevet viseli ez a festmény.
és mindkettőjüknek, Csengei Dénesnek, illetve Baki Péternek is a szexuálhoz való nagyon szoros kötődése adta ezt az ötletet, vagy adta ezt a háttérindítatást, hogy végül is a múzeumnak ajándékozva ezt a festményt. Baki Péter festőművész által adományozott kép a múzeum főépületének galériájában lesz kiállítva. Portrékat mindig csináltam, a Dénest először távol, aztán megismerkedtünk, bár érdekes módon nem szexuálisan a Fönn Budapesten, de Dénest mindig szerettem és tiszteltem. Tiszteltem a munkáig, tiszteltem a szellemiséget, amit ő képvisel. Így nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb csinálok róla egy portrét, úgyhogy aztán így kerekedett a dolog. És hát nem egyszerűen, de azért csak elkészült, és nem egyszerűen, de azért ide is elkerült, ahova szántam eredetileg. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végül is a múzeum befogadta a képet, a város befogadta a képet, mert hát hova lehetne tenni egy csengei képet, mint szekszárdi múzeumban. A művész az íróról készült portrét 2003-ban festette. Szexárd szerepel a templommal, egy női figura is szerepel, ami angyal, meg mind a ketten nagyon szerettük és tiszteltük a hölgyeket, úgyhogy a vörösbor, a toll, amivel elvileg a költemények is születhettek volna, ha nem találták volna fel a golyos tollat, meg a szírógépet. Úgyhogy tehát ezek a rekvizitumok valahogy hozzátartoztak mindig is Déneshez, és hát az a válláról lefutó világos kékes szín, ami tulajdonképpen itt megjelent egy farmer Jackie-nak, amiben mindig, tehát mindenhol, akárhol találkoztunk Dénessel, ez nagyjából rajta volt, vagy nála volt, vagy vállára volt borítva, úgyhogy ez egy olyan jellegzetes szín volt az ő életében, egy olyan ruhadarab, ami nélkül elképzelhetetlen volt szinte. Ami számomra fontos volt, az, ahogy ezt az egész rendszerváltást ő kezelte, ahogy megpróbálta kezelni, és ahogy végül, ahová el is jutott, és az a fajta, egyszer vagy kétszer beszélgettünk úgy vele, hogy az Antal Józsefről beszélgettünk, és amiket ő mondott, ilyen háttér dolgokat, azok végül is egy kicsit más színbe helyezték számomra is a rendszerváltást, még akkor is, ha nem teljesen sikerült a dolog. Ugye, mert szörnyű dolog az, hogy 4 év után visszaszavazzák azt a pufajkás emberkét, aki hát börtönbe küldte jó részt ezeket az embereket, akik 56-ban megpróbálták a változást. Úgyhogy nehéz dolgok ezek. Ha hazamegyek, biztos, hogy újra olvasom a Csenge életmű javarészét, és lehet, hogy még majd készül valami Csengeiről, de nem portré, hanem valami olyan kép, egy összeállítás, amit a versei írásai ihletnek, mert számomra nagyon fontos személyiségű. A költő, politikus 1953. januárjában született Szekszárdon, s élete 33 évvel ezelőtt ért véget, szellemiségét szavak és egy kép idézte meg április 8-án. A Hanabőröndje egy igaz történet, amely 3 kontinensen játszódik, és majdnem 70 éven ível át. Összeköti egy lány és családja életét az 1930-as és 40-es évek Csehszlovákiájában, egy fiatal nőjét és egy csoport gyerekét a mai Tokióban, és egy férfiét a kanadai Torontóban napjainkban. A Szekszárdi Babicsi Mihály Kulturális Központ szervezése által kerülhetett az előadás 4 település színpadára. Az elmúlt évben a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma egy pályázatot írt ki, aminek az volt a lényege, hogy ha a kulturális intézménynek van olyan civil csoportja, akinek van olyan műsora, ami méltó a bemutatásra kis településeken is, akkor ezt az alap támogatja.
mivel a megvalósulási időszak áthúzódott a 2024-es évre, mindenképpen egy olyan programot szerettünk volna a pályázatba írni, ami a holokausztról szól, hiszen idén van a holokausztnak a 80. emlékéve. Méresnyi kollárjévához fordultunk, hiszen a Tücsköknek minden évben van egy-egy programja, amivel a szexuális holokauszt emléknapra készülnek, és így bíztunk abban, hogy a mostani pályázathoz is, vagy mostani pályázatban is partnerek lesznek. A holokauszt 80. évfordulóján megeleveni Karen Levin regénye, a Hanna bőröngye, a Béresnyi Kollár Éva vezette Tücsök zenés színpad előadásában. Az előzményekről szeretnék néhány szót szólni. Tulajdonképpen a szekszárdvárosi holokauszt megemlékezéseket 15 éve a Tücsök zenés színpad szolgáltatja, és valamikor 12-13 évvel ezelőtt a harmadik előadásunk volt ez a Hanna bőröngye című regény, és ezt dolgoztuk föl, és megfelelő zenékkel ugye kiegészítettük. Valahogyan azóta is mindig visszatér mindenki erre a Hanna bőröngyére. Amikor 2017-ben kimentünk Kanadába, akkor például szintén ezt a darabot választották, hogy ezt vigyük ki Torontóba, kellett ott előadni a színházban, és az érdekessége tulajdonképpen az, hogy egy kislányról szól maga a történet, akinek életben maradt a bátyja, és Japánban egy tanárnő elkezdett kutatni utána, és felfedezték, hogy él még ma is, és amikor kimentünk Kanadába, akkor Torontóban él a bácsi. Szerettünk volna találkozni vele, hiszen ezt a műsort kérték a torontóiak. Ez sajnos akkor már a koránál, egészségi állapotánál fogva nem jött össze, de valami fantasztikus érzés volt, hogy azt a regényt, azt a feldolgozást visszük ki Torontóba, ahol él az illető kislánynak a bátyja. Na most valahogyan többször is visszatértek a megrendelő felek, hogy ez egy annyira nagyon szívhez szóló történet, hogy szeretnék, hogyha több helyre is elvinnénk. Legalább 6-8 helyen voltunk már ezzel a műsorral. Egyébként viszont minden évben mindig új műsort szolgáltatunk a szekszárdi városi megemlékezésen. Ez egy pódium előadás tulajdonképpen. A gyerekek nyilván nem kívülről mondanak semmit, hiszen mappát tartanak a kezükben, és 50 percen keresztül fegyelmezetten, nagyrészt középiskolások fegyelmezetten végig mondják a műsort. A nagy hatású produkcióra a Tücskök előadói hosszú időn át készültek. Rengeteget próbáltunk pénteken, szombaton, pénteken egyébként is próbálunk 3-tól 6-ig, és szerintem mindenki nagyon szorgalmasan készült, a szövegkönyvet nagyon sokat kellett olvasni, a zenéket hozzátanulni szövegekkel együtt, szóval mi nagyon igyekeztünk. Minket nagyon megérintett, mert szerintem ez egy elég húzós téma, és rengeteget készültünk rá, és Éva néni is mesél történeteket, és a holokauszt fellépéseket már elég régóta csináljuk, szóval van rálátásunk ezekre a témákra. 2018-ban, és úgy, hogy az egyik barátnőm, az akkori osztálytársam, aki egyébként szintén itt lesz ma is, ő másodikban elkezdett a Tücsökbe járni, és láttam egy fellépést, és akkor nekem is nagyon megtetszett, és harmadikban már én is Tücsök voltam. Ezt most még ugye ma adjuk elő Szedresben, illetve azt hiszem nyáron lesz még egy ilyen holokauszt műsor, és talán így idénre ennyi a holokauszt műsorokból. 1994-ben ismerkedtem meg Éva nénivel, még az egészségügyi szakiskola énekkarában, és utána ugye 1995-ben alakult meg a Tücsök Klub, akkor még Tücsök Klub, ami aztán később Tücsök zenés színpad lett, és hát én azóta hát öreg tücsök vagyok, és időnként én feltűnök egyes szerepekben, egyes műsorokban. Karácsonyi
holokauszt műsorokban. Akik látták az előadást, azokban mély nyomot hagyott a mondani való. A darab nem csak a megemlékezéshez méltó, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy mi az, ami soha többé ne történjen meg. Szombaton délután Kepenyes Pál világhírű szobrász művész emlékére nyílik meg egy kiállítás, aki Mexikóban élt évtizedekig, ott alkotott, és Mexikó legmagasabb állami kitüntetéseit is megkapta a tevékenysége során. Vasárnap egy kicsit szomorúbb témájú eseményre kell visszaemlékezzünk, a holokauszt 80. évfordulója alkalmából. A magyar izraelita baráti társaság Szekszárdon egy emlékünnepséget tervez a Művészetek Házában, illetve a város több helyén úgynevezett botlató kövek elhelyezésére kerül sor olyan nevezetes épületek előtt, ahol izraelita zsidó honfitársainkra tudunk visszaemlékezni, akik a város művészeti, gazdasági és kulturális életét a háború előtti időszakban nagyban gazdagították. Kedden a Márványterembe várjuk nagy szeretettel a német önkormányzat által meghirdetett rajzkiállításra a látogatókat. Ez egy hosszú évek hagyományait folytató program, Der Teufels Gipfel címmel, az ördög csúcs címmel egy tematikus rajzkiállításra jelentkezhettek a gyerekek. Ez minden évben nagyon nagy sikernek örvend, igazából a sváb hagyományok, a német identitás megőrzését nagyban segíti ez az esemény. A színházterembe szerdán egy dupla előadásra várjuk a gyermekeket, ugyanis, hát akármilyen hihetetlen, de a Holló együttes immáron a 40. jubileumi évfordulójához érkezett, délelőtt az ovisoknak, délután pedig a kisiskolásoknak egy kiváló, a 4 évtizedes pályafutásukat összefoglaló műsorral készülnek. A rendezvénytermünkben csütörtökön a Szekszári Magyar Nóta Klub várja a vendégeit, jön a tavasz, jön már egy igazi tavaszi dalcsokorral, majd pénteken az Aliska Brass Band önálló hangversenyét láthatják a hozzánk érkezők. Szombaton a borászok és a szekszárdi kiváló boroké a főszerep, ugyanis az aranyos borkostoló a szekszárdi legkiválóbb aranyérmes boroknak igazából a díjkiosztója, és egyben egy olyan mustrája, melyre a városlakók is minden évben nagy örömmel jönnek. Több száz vendégünk szokott ilyenkor lenni, és a legkiválóbb borokból azt hiszem mindenki meg fogja találni ebben az évben is a kedvére valót, az ízlésének valót, úgyhogy a borkedvelőket nagy szeretettel várjuk. És akkor talán hadd zárjam ezt a programajánlót május 1-ével, ahogyan már többször elhangzott, egy igazi hamisítatlan retro majálisra várjuk a városlakóit és a hozzánk látogatókat, ezúttal egy új helyszínen, mégpedig a Tudásközpont a városlakók által talán sokan régi laktanya területének ismert füves területen és az környező részeken. Egésznapos retro program a sokak által várt és szeretett kutyamustrával, vidámparkkal, kirakódóvásárral, kézművesekkel, nagyon-nagyon sok koncerttel és gyerekműsorral. Este az Apostol Együttes műsora fogja majd zárni a programokat, de ezúton is szeretném invitálni a kedves városlakókat egy baráti főzésre. Több mint 80 civil szervezetet hívtunk meg, baráti közösségeket, akik egy jó hangulatban eltöltött étel mellett egy hamisítatlan majálist élhetnek át egymás között. További részletek a programokkal kapcsolatban megtalálhatók a www.szekszárdogóra.hu weboldalon.